Fafúvós vonós, részfúvós és vonós kamarazenei együttesek műsora igazodott a könnyed hétvégi programokhoz, így az érdeklődők kötetlenül élvezhették az előadásokat a pezsgő nyári estéken. A helyszínek kiválasztásában arra törekedtek, hogy az ország minden régiójába eljusson az élő zene varázsa. Kaip Robertet kérdeztük, aki 1997 óta a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának első harsonása. Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a zenélő Magyarország keretein belül a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának különböző kamara csoportjainak élő zenés térzenei hangversenyei. Tulajdonképpen ennek a koncertsorozatnak kettő célja van. Az egyik az, hogy népszerűsítsük a Magyar Rádió zenei együtteseit, népszerűsítsük egy kicsit a komoly zenét, a klasszikus zenét, ezáltal különböző összeállítással készültünk, lesz benne John Williams, olimpiai fanfár, lesz benne reneszánsz zene, lesz benne Wagner, lesz benne kifejezetten erre az együttesre írt darabok, és szeretnénk megmutatni, hogy ugyan mi komoly zenészek és klasszikus zenészek vagyunk, de attól függetlenül még nagyon vidámak is. A másik célja pedig ennek a programsorozatnak pedig az, hogy esetleg akik nem tudnak eljutni koncertekre, megyeszékhelyekre, vagy esetleg a fővárosba, nekik tulajdonképpen idézőjelbe véve házhoz tudjuk hozni a zenét. Ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni még a komoly zenét, a klasszikus zenét, valamint a Magyar Rádió zenei együtteseit. A visszajelzések nagyon jók, úgy vettük észre, hogy a közönségnek nagyon tetszik. Lesz egy kis konferálás a darabok között. Be fogom mutatni majd, hogy pontosan milyen zeneszerző, milyen darabját fogjuk játszani. Beszélek egy picit a szerzőkről, a darabokról. Lesznek átiratok és lesznek kifejezetten részfúvós együttesre írt darabok is. A mostani koncertsorozatunknak az első állomása Szekszárd, utána innen beülünk a buszba, a Paksra megyünk át, valamint holnap Csurgón és Balatonszentgyörökön fogunk még játszani, ugyanezzel az összeállítással. A zenekari muzsikusokból álló különböző kamarazenei formációk idén is népszerű szerzők darabjaival készültek. Részfúvósaik Wagnert és Handelt játszottak, a fafúvós és vonós kamarazenei együttesek koncertjein pedig Mozart művei mellett Bach és Vivaldi remekei is felcsendültek. Más zenélni, ugyanis egy koncertteremnek hát nyilván más az akusztikája, de ennek ellenére mi nagyon-nagyon szeretjük az úgynevezett ilyen nyitott koncerteket, mert teljesen másképp kell megszólaltatni a hangszert, de úgy vettük észre, hogy ezekkel a csodálatos részfős hangszerekkel azért be tudjuk tölteni a teret is. A szekszári közönségnek az együttes részfúvósai adtak koncertet a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. Úgy gondolom, hogy azáltal, hogy esetleg ha valaki nem tud eljutni koncertekre, és mi elhozunk nekik az élő zenét, ezáltal is gyakorlatilag tudjuk egy picit a lelküket, a hangulatukat jobbá tenni, és mi pedig szeretnék megmutatni, hogy milyen szépen és csodálatosan lehet játszani ezeken a részfúvós hangszereken is.
Thank you.